A gyermekeim tanítanak engem. Mennyi idősek most? 20 és 22. Komoly férfiak. Komoly férfiak. Igen. Hát szakál és minden. Saját szakál, saját jelenségjel mondta a saját apám, hogy én csak jót akarok neked, és így elengedtem a fülem mellett. De most te is ezeket a mondatokat. És konkrétan én is sorolod. Azt észre, hogy ugyanolyan vagyok, mint a saját apám, aki jelen ugyanúgy tiltakoztam. Én mindig Superman akartam lenni, hogy kihozni magamból a maximumot és a teljes kapacitást kihasználni. Mi valahol ugye, ahol fölnőttünk, és ahhoz vagyunk szocializálódva, és mi azt a elvárási szintet akarjuk a saját gyerekeinkre rá erőltetni, vagy kényszeríteni, vagy sugalni. És ma már nem abban a világban élünk. A három igazság mai vendége Kamarás Iván. Üdvözlünk! Hello, szia! Itt van ez a három boríték, és benne három témakör. Te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd velük. Így van, minden boríték megválaszolására 7 perc lesz, ezt a Tomi fogja itt mérni, és te is írtál az adást megelőzően egy igazságot. Majd a végén kiderül, hogy mit. Melyikkel kezdjük? Sárga. Sárga, az az enyém egyébként, és mondom, az én témaköröm kérdésem így szól, mi az igazság, mi vonzott a színészetben, és mi vonz most az éneklésben? Mert mint hogyha egy nem is átrendeződés, de hangsúly eltolódás keletkezett volna az utóbbi egy-két évben. Hát azért azt nem mondom, hogy hangsúly eltolódás van, de a színészet az már 6 éves koromban elkezdett vonzani. Tényleg színházban nőttem föl, tehát a Pécsi Nemzeti Színházban, én voltam a Pécsi Balett első kis gyereke, és valahogy második otthonomként tekintettem a színházra, és ott nőttem föl gyakorlatilag, és ez már eleve predesztinált arra, hogy ilyen a pályára lépjek. 6 évesen emlékszem, hogy az első ilyen Shakespeare Hamlet BBC közvetítés vagy adaptáció kapcsán én eldöntöttem, hogy színész szeretnék lenni, és akkor én megtanultam a lenni, vagy nem lenni, és akkor 6 évesen ott ezzel hakniztam, és anyámik azt gondolták, hogy igen, Ivánka biztos zseni, aztán később. Na, ezt akartam ezt közben. Ezt felülírták, és azt mondták, hogy Ivánka rossz tanuló lett, és akkor mindegy, akkor letettek rólam. Elsőre fölvettek a színházi. Jó, hát nem úgy tettek le rólam, hogy így örökösen, de úgy neki meglepődött, amikor fölvettek, és anyám azért azt hiszem talán szeptemberben már úgy megkocogtatta a vállamat, hogy el kéne kezdeni készülni a márciusi felvételére, mert tudták, hogy azért időben el kell kezdeni. Én már az iskolai ünnepségeken is mindig jelentkeztem, hogy színész akarok lenni, és tudták már, hogy Ivánka az egyetlen fiú, aki itt a színész. Aki hajlandó kiállni az iskolán. És akinek verset lehet adni, és különböző ilyen színész szakkörökben, meg nem tudom, mikbe hajlandó részt venni. Mindig egyedüli fiúként ott feszengtem, és az természetesen megtanultam a verseket, de nem, tehát hogy mondjam, volt egy nagyon gátlásos kisfiú voltam, és volt egy lámpalázam, amikor a fellépés előtt, és ezért, amikor nem tudtam eléggé a verset, akkor ugye előfordult, hogy ott álltam így megdermedve, hogy most mi lesz. De és bele is sültél? Volt olyan, hogy most nemrég jutott eszembe, hogy valami március 15-e, és akkor Petőfi Koszorúi Babics, és ott álltam, és kezemben a verset az iskola előtt, vagy az egész teljes iskola előtt, és állok a színpadon, és hol a szem szemével farkas szemet nézni, ki meri meglátni, ki meri idézni. És akkor így belemenekültem, tudod, és ünnep se mái napoknak szűk folyosóin úgy bolyognak, mint a nem tudom, és akkor itt néztem, és akkor elkezdtem olvasni. Hát ez egy olyan, egyszer kaptam egy himnusz felkérést, és gondolom, hát a himnuszt mindenki tudja. Akkor elkezdtem tanulni. Tehát én ezt tudom, és az embernek van egy ilyen becsapós, ugye hát tudja a négy fal között, tudja a fürdőszobában, tudja a zuhanyzó alatt, mert ugye énekelni is nagyon jól szól, és akkor ki kell állni meg ottan, hogy úristen, most itt vagyunk, és a himnusz, akkor ez mégiscsak egy ilyen igazi... Lámpaláz volt neked? Természetesen, és a mai napig is van. Van? Mai napig. Azt gondolom, hogy akinek nincs, az nem veszi komolyan, de ez is olyan furcsa, mert amikor az ember ugye a színházban dolgozik, és nap mint nap bemegy, akkor persze úgy megy be a színpadra sokszor, mint hogyha kávéért menne be a konyhába. A koncertjeimen úgy megyek be sokszor a közönség elé, hogy na, jó estét kívánok, itt vagyok, én nem tudom, hogy engem vártak-e, de hogy én jöttem, az ember mindig jobbra számít. Tehát, hogy van egy paradigmaváltás az én színészetemben, egy pár évvel ezelőtt történt, amikor rájöttem arra, hogy nem rólam szól, hanem a közönségről. És hogy nem magamat akarom itt népszerűsíteni és megajándékozni. De mert addig a saját szobrodat építgetted, ez azt jelenti? Hosszan
a félelmeimmel küzdöttem, pontosan az a démonjaimmal, és a közönséget le akartam győzni, és a közönséggel küzdöttem, és az ezerfejű fennevaddal, hogy majd én legyőzöm őket, és majd én kikerülök győztesen. És sokszor félelemből dolgoztam, vagy a félelem ellen dolgoztam, és akkor rájöttem, hogy a szeretet nagyobb erő, és hogy muszáj szeretetet adni, és muszáj szórakoztatni, és hogy ez a mi hivatásunk, és ez a mi kötelességünk, és ez a mi kooperáció. És miből fakad ez a nagy félelem? Miből fakad? Hát attól, hogy már ezer ember előtt kína. Hát nem, de akkor mesélj, milyen érzés? Nem félelem feltétlenül, de megfelelési kényszer lehet. Mi van akkor, ha nem fog tetszeni? Mi van akkor, ha nem sikerül, ha nem szeretnek, ugye ez a szeressünk, hogy szeressenek, vagy szeretnék, ha szeretnének. És akkor nyilván az elfogadás, az, hogy meg tudjunk felelni azoknak az elvárásoknak, először a szüleink elvárásainak, aztán az iskola elvárásainak, aztán a munkahelyünkön, hogy ez a megfelelési kényszer, amiben mi felnőttünk. Hát az én generációm, nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, azt láttam, hogy az ember előrébb megy ugye az életben, már egyre kevésbé foglalkozik ezzel, és eldobja azt, és azt mondja, hogy én nem akarok megfelelni, meg vagy elfogadtok, vagy nem. Igen. Hát meg egy bizonyos időpontra szerintem el is fogadják az embert, ha még ott létezik. Valami miatt azért a 6 éves korodtól mostanáig tartó periódusban az felölelés működik. Hát, igen. Szeret színész lenni? Hogyne, nagyon szeretek színész lenni a mai napig, és ez a hivatásom, és ez a küldetésem, ez a passzióm, a misszióm, és a szerelmem, és a hobbim egyben. A másik a zene, tehát hogy itt érnék rá arra, amit elkezdett, vagy érintettél a kérdéssel, hogy a zene szeretete is emellett azért úgy kifejlődött bennem. Talán az első kedvencem a Hair, a Jézus Krisztus Szupersztár, a Beatles, az Elvis és a Queen-től a Duran Duranon keresztül az összes stíluson át szörföltem így gyerekkoromban, a Digitől a poppon keresztül, a Salon Punkig, a bluesig. És próbálgattad is a fürdőszobába egyébként? Gitározni kezdtem, nem tudom, klasszikus gitáron kezdtem el játszani, de azt hamar befejeződött, mert a tanár nem tűnt túlságosan kedvesnek, és akkor valahogy, ugye a diákra olyan hatásra van a tanár, hogyha nem olyan, akkor így abba tudja vele hagyatni, ez sikerült, és akkor utána én autodidakta módon folytattam, elkezdtem akkordozgatni. Egyébként ez egy furcsa, hogy a zenetanításban ugye az akkordok tanítása és az akkordozás az valahogy úgy nem szerepel benne, hanem a hangokat tanítják meg, ugye elkezdik a szolfést, meg az elméletet tanítani, és közben pedig hangokat játszol a hangszerem, ami pedig nem annyira életszerű, hiszen kísérni saját magadat akkordokkal tudod, és engem az érdekelt. És azt autodidakta módon fölvettem, elkezdtem csinálni, és akkor zenekarosdit kezdtünk el nem tudom, 5 évesen csinálni, nem vettek föl bennünket a Kavicsok nevű zenekarba, és akkor megalapítottuk a Maradékot. És akkor így lettünk. A Maradék színű zenekar, és onnantól kezdve, nem tudom, 2 éven keresztül játszottunk a Pécsi Blues Kocsmába, a Koda zenekarnak, a Rudán Józsiéknak voltunk az előzenekar, a heti rendszerességgel ott szerepeltünk, és akkor előzenekarkodtunk, meg rockzenészkedtünk, meg lázadtunk, meg festettük a hajunkat, meg különböző meg de ez végig kísért egyébként téged a zene? Mert egyébként most például a dalban való szereplésed kapcsán valahogy azért ez hirtelen volt, mert azt mondja az ember, hogy Jézus, hát a Kamarás, Mert ez egy másik szint, mert tehát, úgy értem, hogy a saját dallal és szerzőként is odállni, mert ugye most a Starban is szerepeltél, meg előtte jó sok zenés darabban is akár lehetett látni. Szóval később elkezdtem énekelni a főiskolán, az énektudásomat vagy tanulásomat kezdtem kicsit fejleszteni, és ez természetesen ez a folyamat ez soha nem ér véget, mert éneket tanulsz, akkor azt az életed végéig tanulnod kell, ugyanúgy, hogy a zenét is jó pap holtig tanul, úgyhogy voltak zenés szerepeim természetesen, a Dzsungel könyvétől volt 5 évünk keresztül egy csomó minden, és most pedig a pandémia hozta egyébként ezt az újszerű történetet, hogy mindig is gondolkodtam azon, hogy majd, hogyha lemezt kéne iratnom valakivel, akkor kiírja meg azt a lemezt. És természetesen az emberben van egy ilyen rossz érzés, hogy de hát senki nem ismer engem annyira, és a zenei ízlésemet sem.
mint én magamat. Tehát, hogy muszáj lenne, hogy egyszer csak ez a csap elinduljon. És a pandémia alatt egyszer csak elindult a zeneszerzés csapja. Mert unatkoztál, vagy mert most lett időd arra, hogy, hogy ebben is elkezdjél kiteljesedni? Vagy, vagy másfajta vágy vezetett? Igen, és volt egy küldetéstudat is benne valahol, mert hogy annyira sok nyomás ért bennünket abban az időszakban, azt gondolom, hogy itt társadalmilag, hogy meg annyira sok ilyen szorongatás volt, hogy most mi lesz velünk, és akkor be vagyunk zárva, és nem minden tudunk kilenni, és olyan furcsa volt, hogy az, arra azt éreztem, hogy nekem. Bocsánat, most itt ugrottunk egyet az időben. Igen, akkordozunk. Az akkordozástól, hát hogyha ezekkel a kacska kézzel, hát egy akkordot nagy nehezen, ha megmutatod, igen, le tudok fogni egy gitáron. Lehet, jó, próbáljuk ki. De hát az nagyon messze van attól, hogy zenét szerez valaki. Igen. Hát annak van egy technikája, egy technológiája. Hát ebben a bizonyos maradék bandában én írogattam dalokat, hogy összeraktam akkordokat, és abból lettek már ilyen dalok. És valakinek össze kellett fogni a zenekart, mert ugye rockzenészek vagy zenészek, hát ez teljesen, még a színészeknél is sokkal kaotikusabb emberek, mert a színészek a próbán legalább megjelennek. A zenészeket összeszedni az egy külön művészet. Na, és akkor én vállaltam ezt a feladatot, én voltam így a mozgatója ennek a kis bandának, és akkor kellett ilyen nótákat, és hát akkor ilyen össze-vissza ilyen három akkordokat lopkodtunk innen-onnan, amonnan, néztük, hogy ez hogy legyen, és akkor volt egy eredeti számom, és akkor arra írtunk valami szöveget, és akkor tulajdonképpen ebből az évek alatt, ugye zenés szerepeim voltak, ott énekeltem, de közben a főiskola alatt is, nem tudom, musicalt írtunk a Széles Tomi barátommal, mindig volt valami zenés projekt is az így a szélen. És most ugye már egy Frank Sinatra estem volt az elmúlt időszakban, az Idegenek az éjszakában címmel, most a Egyfes Pesti este, ahol egy ilyen gypsy jazz háttérrel csinálunk tulajdonképpen örökzölt magyar filmslágereket és slágereket, a Meseautótól a Villanegrán keresztül, mindez gypsy jazzben, ami egy tök izgalmas történet, hiszen magyar örökzöldekről van szó, magyar standardek. Ez ilyen jazzes az egész történet, meg swinges. És aztán jött ez a másik, hogy de kellene valami saját is, és akkor elkezdődött ez a történet, ez a folyamat, hogy először csak így Hájuk Kovács módjára az egyik kollégám, a Duka Laci, a hegedűsünk, egy fantasztikus hegedűs, átküldött nekem egy dalt, hogy írjak rá szöveget, és akkor mondtam, hogy de hát mondom, Lacika, nem küldted át a szöveget. De ja, tényleg, hogy akkor átküldte. És akkor fél óra alatt meg volt a szöveg. És nem is volt rossz. És akkor gondoltam, hogy de hát van nekem egy saját témám. Hát akkor most ez ebből is legyen valami. És akkor átküldtem a Lacinak, hogy írjon rá egy másik témát. Azt mondja, nem jut eszembe semmi. Mondom, akkor nekem eszembe jutott valami. És akkor arra írtam egy szöveget, és akkor megszületett egy dal. De most ettől olyan boldog lettem, hogy azonnal elkezdtem egy másikon dolgozni, és így megszületett 19 nóta. Aminek egyébként a munkacíme jelen pillanatban egy album, aminek munkacíme Félúton, melynek az előfutára tulajdonképpen az a dal, amelyben a dal című versenyben neveztem, a Polinész Chansonnal. Tulajdonképpen ezt hallhatta a közönség így az első fordulón. És be is kerültél az elődöntőbe? És én is láttam természetesen ezt az előadást. Tényleg? A dalban. Tényleg láttam. Szombat este élőben ráadásul. Van. És egyébként egy olyan, valahogy ilyen különleges hangulatot hozott abba a versenybe is, ahol persze nagyon sokféle zenei stílusban versenyeznek az emberek és indulnak, de amúgy úgy hozzád képest is nekem egy picit meglepő volt. De mi lepett meg? Ez a stílus. Hát, mert azért hozzád, az általad, vagy a rólad alkotott képhez azért leginkább az kapcsolódik, hogy egy ilyen az alfa hím, és az mindig jó csávó, és a és ehhez képest ez egy sokkal, hogy mondjam, lágyabb, játékosabb, humorosabb. Nézd, az igazság dal. Az, hogy van benne egy kis kikacsintás, van benne egy kis stílusparódia, vagy stílusjáték, és ráadásul azt a kis francia, kamu francia részt, ami közepén egyébként elejeszkedik, azt én ki is vettem belőle, mert hogy azzal kicsit lehet, hogy túl színészes lett volna, és a dalról a fókusz lekerült volna, plusz 3 perc fölé is kerültünk volna, ami nem megengedhető egyébként, hiszen van itt egy 3 perces határ. Az a 19 nóta, amiről az imént beszéltem, az képzeljétek el, hogy teljesen más stílusban van majdnem mindegyik nóta. Tehát van, ja. Ez egy chanson stílusjáték, van egy kuplém is,
van bossanova, van benne kicsit jazzes, bluesos történet, van benne elektrofunk, van benne rock, és mindenféle olyan. Ez egy lejátszó lista, ami tulajdonképpen jellemez engem is, hogy milyen zenét hallgatok. De ma már azt hiszem az a jellemző mindannyiunkra, hogyha zenét hallgatunk, akkor nem albumokat hallgatunk, hanem ugrálgatunk és szörfözgetünk a dalok között. Igen. Tehát valahol egy ilyen 21. századi lejátszó lista a félúton, aminek az egyik, azt gondolom, hogy egy ilyen, tehát ez a dal konkrétan azért született, hogy egy kis napfényt, bekapcsoljunk egy napfényt olyan a szobában, és amikor éppen esik az eső, és hideg van kint, mint ahogy éppen most is egy picit, akkor így oda képzeljük magunkat a Rivierára, vagy nem tudom, éppen Tahiti, vagy Bora Bora, vagy Monaco, vagy akármi, bekapcsoljuk a Nizza gombot, és akkor így hirtelen kisüt a nap. Jó a Bora Bora, legyen Bora Bora. A pizza nincs se rossz. Jó, nincs se rossz. Zöld. Zöld, Laci. Mi az igazság? Szerinted a hiúság munkaeszköz egy színész esetében? Szerintem igen. Abszolút. Egyébként szerintem minden színész nő, tudod, szokták mondani. Nekünk azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy hogy szembenézek veled, szerintem neked is fontos. Egy igényes vagy mindannyiunknak. Egy igényes hát emberek ciki, vagyunk, nem ciki. Sőt, aki a külsőnkkel dolgozunk, szerintem meg kell, hogy tiszteljük a közönséget. Ugye édesanyámtól tanultam, esztétikai műfajban létezik. Ő a mai napig így gondolkodik, de én is így fogok gondolkodni, hogy hozzuk ki magunkból a maximumot. Én emlékszem rá, hogy nagyságrendileg, de majd korrigálj, szerintem olyan 25 évvel ezelőtt. Igen. Akkor emlékszel. Igen. Ugyanabban az edzőteremben jártunk. És hát akkor a Kamarás Iván az akkori kor híres fiatal safety pro színésze volt, és lejött az edzőterembe, és emlékszem az élményre, hogy azt láttam, hogy egy morózus profi, nagyon komolyan edző férfit látok, ahogy edzeni kell. Tehát nem újságot olvasott, nem a szobakerékpáron költötte az idejét és tévét nézett, hanem elmélyülten, koncentráltan arra figyelt, amit csinált, és bitag módon ki volt gyúrva. És akkor azt mondtam, hogy jó, ez szenved azért, amit választott. Hát valahogy van bennem egy ilyen vállalt magány, vagy nem tudom, egy vállalt, majdnem azt mondom, vállalt vagány, nem, egy vállalt szenvedő valaki, aki igenis meg akar dolgozni a sikerért. Én a főiskolán is mindig az volt egy tanár, aki bejött, és azt mondta, hogy az Ivánnak minden olyan könnyen megy, meg úgy megy, és nem hiszek ebben igazából. Azt gondolom, hogy sokszor magam sem hiszem el, amikor ilyen könnyen megy. Tehát, hogy nekem valahogy mindig plusz 15 kört még belerakok azért, hogy megnyugtassam magam, hogy igenis megtettem, csak az érzés kedvéért. És az az időszak, amiről beszélsz az ATS-ában, a Pálya utcában, hát, hogyha gyúrunk, akkor gyúrjunk. De hogy igen, mert az egy ilyen, én nagyon beteges gyerek voltam egyébként, így a fölnövés, vagy hát így a tínédzser éveimben az anyám, hogy abban az időben mindenre antibiotikumot adtak, hogyha a gyereknek ez a baja, az a baja, amaz, és telenyomtak engem minden. És annyi szurit kaptam, hogy megláttam a boltban egy fehér köpenyes eladót, akkor már kezét kétébe ki akartam rohanni, hogy én nem kérek több szurit, mert borzasztó volt. Talán ezekbe a combat küldött cuccok, és akkor és az orromat szúrták föl, a fülemet hátság nem, de vagy 20-szor, tehát hogy ilyen minden volt. És akkor allergiától elkezdve, akkor bőrgyulladásos allergia, és tele voltam ilyen macerákkal. És a suliból is hiányoztam, akkor nem voltak jók a tanulmányi eredményem, akkor nem tudtam behozni őket, akkor azért rosszul éreztem magam. Tehát, hogy egy ilyen lelkileg... Frusztráló. Igen, egy keresztül mentem egy ilyen szenvedésen. És természetesen, amikor bőrgyulladásos allergiáim voltak, akkor rosszul éreztem magam emiatt, hogy mindegy, szóval tele voltam ilyen komplexusokkal. És igenis akartam azért tenni, hogy a saját immunrendszeremet fölépítsem a fizikumom mellett,
hogy azt a beteges akármit, ezt leküzdjem. És akkor a főiskola sokat segített ebben, hiszen egy olyan iskolába jártam, amire rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni, ugye, és én ezért bármire képes vagyok, és összesen 3 napot hiányoztam a 4 év alatt. És azt is azt hiszem azért, mert elmentem filmet forgatni titokban, egy amerikai produkcióba bekerültem, amit beteget jelentettem, de amúgy nem, tényleg amúgy nem jelentettem soha. És ez a sport küldetés, vagy nem tudom, amit kitaláltam magamnak, ez így nélkülözhetetlen volt számomra. Ez fölváltotta később, ugye a bunyó is ment alatta, tehát a miniszter alatt elkezdtem boxolni, azt úgy nem hagytam abban, hanem időről folytattam, közül volt egy kis falmászás, akkor bicikli volt egy nyár, hogy 6000 kilométert letekertem, ott állt az autó a parkolóban, mert csak tekertem egész nyáron, és körbe a Balatont, meg mindent, és akkor utána elkezdtem kempózni, akkor volt egy ilyen 8-10 év kempózás, akkor közben a jóga is, thai box jóga 1 év, és akkor utána 33 évesen elkezdtem úszni, megtanultam gyors úszni, ami nem ment addig, csak mellbe ment. Azóta folyamatosan úszom. Tehát most az úszás, jóga és a bringa van, amiket így tekerek és ülök. Hát ez világsztár anyag. Igen. Hát nézd, én azt gondolom, hogy amit lehetett, azt Magyarországon elértem. Nem foglalkoztatott a nemzetközi? Foglalkoztatott az is, és volt, sok nemzetközi produkcióban volt részem, és tök jó volt. Ide születtem, úgyhogy én itt dolgozom, persze előfordult és előfordul, hogy külföldön is dolgozom, ott is nagy örömmel, meg nagy lelkesedéssel. Ahol munka van, ott vagyok. Tehát, hogy ez egy ilyen... Nyilvánvalóan a zene és az ének és a hangszerek és a különböző sportszerek szeretete mellett a nyelv is fontos, hogy különböző nyelveken forgattam. Beszélsz? Angolul, picit oroszul, de németül és olaszul is forgattam. Tehát, hogy az is benne van a szakmában, hogy ez a nemzetköziség, hogy ahol éppen, amire szükség van, hogy olyan angol akcentussal, amit éppen használni kell, most vagy használni lehet. Kvázi meg tudsz tanulni egy szerep kedvéért? Akár igen, tehát most például a Starban műsorában ugye előfordult, hogy először, ha jól emlékszem, akkor angolul kellett, akkor utána magyarul, akkor utána megint angolul, akkor spanyolul és csehül. Erre már csak a portugál jöhetett volna. A spanyol és a cseh keveréke számomra, mert nagyon úgy hangzik. Lambadát megcsináltad volna, igen. Igen, de az igazság, azt sajnos nem én kaptam, igen. De ezt én nem bánom. Biztos, hogy ez a női szerepkör nekem annyira annyira mutatós, de hogy nem ér váratlanul. Egyszer volt egy nagyon vicces meghallgatásom, amikor egy amerikai filmben oroszul beszélőket kerestek, de hát én tanultam oroszul, és muszáj volt abban az időben, én be is jártam rendesen, és elszórakoztattam a osztálytársaimat oroszul, de megtanultam egy verset oroszul, Élni akarok és nem meghalni címmel, ja zsígy, ha csúnyi umér egy, és akkor ezzel hakniztam, vagy engem vittek a, nem tudom, tanárképző főiskolára, hogy tessék, elmond egy Szergej Jeszenyi, vagy valamilyen verset, nem is tudom, hogy kiírta. Lényeg, hogy ott ezzel így nagy sikerem volt, később a főiskolán is valahol felhasználtam, és ezzel a bizonyos meghallgatáson is egy Brad Pitt film volt egyébként, és abban így mondták, hogy akkor itt ugye mindenki orosz anyanyelvi szinten beszélő ember, és mondták, hogy mondd, hogy igen, jó. Hogy mit csináljuk? Mondom, tudok egy orosz verset, jó. És akkor bementem, és akkor mondták, hogy jó, akkor figyelj, itt az lesz a jelenet, hogy akkor te oroszul beszélsz, én angolul válaszolok, és akkor most kezdjük, és az a jelenet, hogy neked ki kell innét löknöd engem, és kizé, kitessékelsz, és akkor mondom, és akkor mondták, most mondd az orosz verset! És akkor megcsináltam úgy, hogy egy vers sor, akkor jött ő, akkor a második versről ugrottam, hogy ne rímeljen. Akkor a harmadikat nem fejeztem be, hogy ne bukjak le, és akkor ezt egy impróba tudod, és így... És akkor mondták, hogy megvan a szerep. Akkor természetesen tovább nem lehetett titkolni. Ez a többszörös felhasználása. Mondta nekik, hogy hát azért én nem beszélek annyira jól, nekem előre meg kell írnom a szöveget, és akkor megírtuk, és már hogy mi, és összeraktuk, és stb. És... Tehát, hogyha van rá idő, kidolgozzuk, megírjuk, megtanulom. Tudod? De hát volt olyan is, amikor így, nem tudom, hajnali 5-kor jönnek, értem, és este 10-kor még nincs meg az orosz szöveg, és akkor ott még
öt mondat, vagy hat mondat, és nagyon nagy, több százmillió dolláros film, és akkor így egész nap azt gyakorlod, hogy álmodban is az megy. Szóval hát ezek könnyen ilyen... tanulsz a mai napig? Könnyen tanulok, csak aztán könnyen... Felejtesz? Nem is az, hogy felejtesz, hanem azért ezeket a szövegeket stressz helyzetben is tudni kell. Ugye az benne a nehéz, hogy megtanulod valahogy a szöveget, most megtanulom úgy, hogy így nagyon cool vagyok, és tudom, de hogyha nem úgy kell mondani, hanem ki kell robbanni egy autóból, és ülteni, és valakinek azt... Tehát azt, ha nem úgy tanulod meg, akkor még nem ül be az a szöveg. És ahhoz, hogy az a szöveggel bármit csinálj, hogy most éppen ledobnak egy felhőkarcolóra, és úgy mondd el a szöveget közben, ahhoz nagyon kell tudnod, úgy, hogy álmodból is fölébresztenek. Mi volt a legveszélyesebb jelenet, amit valaha forgattál? Hát legveszélyesebb jelenet már nem is tudom, de arra emlékszem, hogy volt egy olyan, amely a pályám elején, bemegyek az egyik ilyen a Mohács című filmbe, és hát ott fel volt sorakoztatva az összes magyar nagy színész. És hát akik miatt színész lettem. Tehát tényleg a Stankaitól, a Cserhalmin keresztül, az Almási Éván át a mindenki benne volt. A Jordán Tamás, a Újlaki Dini, a Füranikó, tehát egy ilyen igazi nagy, és hát ez egy kosztümös fóton forgattuk, és pont az Otellót mutattuk be előtte, nem tudom, egy hónappal, és az óriási nagy szakmai siker, akkor lettem így. Ez egy elképzelhetetlen nagy siker volt az Otello. 23 évesen, mint első kőszínházban Otello. És bementem a forgatásra. Volt egy nap, amit tulajdonképpen előre hoztak a forgatást, és azt meg kell cserünk, talán ez a lovaglási jelenet. Igen. És arra én hosszan készültem, tanítottak lovagolni, tudtam, hogy a Cserhalmi Gyuri nagyon tud lovagolni, én lelkes vagyok, de azért vágtázni terepen, tudod, azért, és terepen, én motoroztam akkor már meg innen, de a motor az egy kiszámítható gépló, tudod, és az igazi ló azért az a terepviszonyoktól, meg annyi mindentől függ. Meg véleménye van. Igen, és nem tetszel neki, akkor szépen csak kiszalad alólad, meg valami hibát követsz el, meg valamit meglát, és akkor igen. Na mindegy, én gyakorolgattam, és akkor megjelent Brekli Jani, Isten áldja meg őt, a ugye, legnagyobb magyar jelmez tervező, aki mondta, hogy hát ott találtam neked egy fantasztikus páncélt. Tényleg úgy nézett ki, mint az Excaliburból egy páncél. De picike volt. Tehát, hogy nem volt pont az én méretem, egy kicsi volt. A lóval nem beszélték meg, hogy még megvasalják a gazdit. Fölrakták rám ezt a ízét, és minden egyes alkalommal hogy az államat, de olyan erővel ütötte, és közben rám raktak egy rohadt nagy ilyen pallós-szerű kardot is, ami meg így a csípő csontomat ütötte, de tiszta erőből. És a ló az meg már megtanulta, hogy állj, vagy valami, amikor ütök, hogy tessék, akkor ló meg elindul magától. De most voltunk egy ilyen, két ilyen fasor vette körül ezt az egyenes szakaszt, és akkor ott a Gyurival ketten, az ő lova, meg az én lova, és akkor tessék, akkor indulnak a lovak, és mondta, hogy mindjárt, de akkor már lovak elindultak maguktól természetesen. Odaverés, szóval. És belső hang, Ivánka üvölt. Színész akarok lenni, színész akarok lenni. És akkor láttam, hogy az én lovam meg gyorsabban megy, akkor a Gyuri ott üti az őt, akkor nem akarok még gyorsabban menni. Na mindegy, és akkor képzeljétek el, hogy kivágták ezt a jelenetet a filmből természetesen, tehát hiába tanultam meg, és ugye egy hónappal előrébb hozták a forgatást, és nekem borostával érkeztem erre a bizonyos forgatásra. Volt egy kis ilyen körszakál, megborost, szóval jó magyar királyos volt a kinezetem, de még kicsit pajesz is volt minden. És akkor hát az Otello viszont le kellett teljesen sivára borotválnom magam, és egy héttel a bemutató után meg kellett mennem az első forgatási napra ennek a folytatásaként, és Tomola Kati, a maszkmester meglátott csupaszon, mit csináltál magadban? Hát mit csináltam volna? De hát szakállad volt! És akkor szembesült azzal, hogy én bejöttem csupaszon, úgyhogy az ember megtanulja azt, hogy ott áll egy egész stáb, és most mit csináljak vele? És akkor valamit ragasztottak nekem hajakból, és 6 héten keresztül, vagy 4 héten keresztül állandóan beleragasztott, szőrökbe ragasztott, aztán később már megnövesztett. És arra nem is beszélve, hogy mivel előrébb hozták a teljes forgatást, ezért a szöveget így napról napra kellett megtanulnom, tehát így ott állt körülöttem a nagy magyar színészgárda, és így nézték, hogy na hát akkor lássuk. Memorizálték. Sokat tanultam, éjjel 3-ig tanultam minden nap, reggel 6-ra jött értem a kocsi, közben színházaztam, úgyhogy egy ilyen... Hát
Miért fisíltem, mondhatjuk azt, hogy mire el tudtam mondani az egész szöveget, mert nem volt meghúzva semmi, volt olyan, hogy Bács Ferivel ketten 11 oldal, egy nap, és úgy nagyjából én beszélek. Főleg, szóval gyerémálomszerű, de közben egy iszonyú nagy iskola. De akkor bírod a terhelést, nem? Igen. Az ott kiderült. Figyelj, az igazság az az, hogy nincs olyan, amit nem tud az ember megcsinálni, és valahogy úgy teher alatt nő a pálma, hogy úgy még többet bírok, amikor jön a kihívás, és amikor azt hinné az ember, hogy most fog összedőlni, akkor kezdődik az igazi terhelés. Tehát ez ilyen, szóval... De nem szóltak előtte, hogy nem fog menni. Most már értem a félelmet is. Hát én már éreztem, hogy valami lesz. Lóvas. És jön az utolsó. Hát nézzük, piros. Biztos a piros legyen. Sokat beszélek. Hát... Az a jó. Mi az igazság? Milyen szerepet játszanak az életedben a gyermekeid? Hát a gyermekeim olyan szerepet játszanak, hogy tanítanak engem gyakorlatilag. Jaj, de jó, hogy ezt mondod, engem is, mind a három. Nagyon keményen. Szóval hát akkor nyilván ismerős az, hogy ugye nincs, nem azt mondom, nincs tekintély, mert van, de közben amit mondasz, az nem mindig. Már a fejedre nőttek valójában. De amit, van az a korszak, amikor bárki mondja el, hiszi, de amikor én, akkor nem. Tehát, hogy biztos valamiért mondja, amiért. Másnak mindig, tehát igen. Ha ugyanaz, szóról szóra, hangsúllyal ugyanazt mondja valaki kívülről, és így az bólogatnak. Hiteles, az ha te mondod vagy az én, az, és rámész, tehát, mint a világ végén. Igen, igen, én is azt gondolom. Szóval... Mennyi idősek most? 20 és 22. 20 és 22, tehát szóval komoly férfiak. Komoly férfiak. Igen. Hát szakál és minden, tehát, hogy itt nincs mese. Szakál és saját vélemény. Saját szakál, saját vélemény. Saját szakál, saját vélemény. Saját megoldások. Úgy meghallgatják, amit mondok nyilvánvalóan, és tudják, hogy segíteni akarok, ez már ideig eljutottunk. De attól függetlenül végig kell járniuk nekik is nyilvánvalóan azt, amit nekünk is végig kellett járnunk, és hiába mondta a saját apám, hogy én csak jót akarok neked, de így elengedtem a fülem de mellett. De most te is ezeket a mondatokat sorolod. És konkrétan én is azt teszem észre, hogy ugyanolyan vagyok, mint a saját apám, aki ellen ugyanúgy tiltakoztam, és borzasztó. Tehát, hogy hát nekem kellene valahogy így tanulnom, de ez is egy nehéz folyamat, mert az ember már így ebben a korban úgy nehezebben bír, tudod, úgy nem azt mondom, hogy fejlődni, hanem hogy így vannak ilyen hülyeségek, amik az embert így rabságul ejtik, ezek a szokások, amit a saját szüleink szokásai. Például? Tudjuk osztani az észt. Mm. Szerintem ez ilyen 20, hát így 4-től szerintem találja hát volna. Hát nálad hogy volt? Én tiszteltem a kort, meg ugye mi világunkban azt csináltuk, amit mondtak. Tehát nem volt olyan, hogy nem. Igen, nem azért az hímművészet az bizonyos szempontból katonai fegyelem. Hát igen, meg hogy hát. Én... Igen, hát az is, meg ugye nekem anyám még is eléggé fegyelmeztek. Hát a balett az még fegyelmeztek. Igen, még brutálisabb. Aztán magamon észrevettem, hogy nyilván azért rakok magam körül rendet, hogy valahogy, ha körülötted rend van, akkor benned is. És már ezt ilyen elmebeteg módon tartom, vagy várom el, tehát hogy ez is benne van. Együtt laktok veled? Igen, igen, igen. Ú, akkor te ilyen rendmániás vagy? Igen, kicsit. Kicsit nem vagyok rendmániás, nem vagyok rendmániás, de azért úgy rendet tartok magam körül, és mindenek megvan a maga a helye. Tehát, hogy de csak azt mondtad, hogy elmebeteg módon, még hogyha persze éreztem. Ezt a fiaim mondják, de én nem gondolom. Neked ez a természetes? De egyébként hozzáteszem, egy idő után, a lázadás után valószínűleg a fiúk is ugyanezt a rendet fogják. És ebben reménykedem, vagy ezt gondolom, bár ez is egy teher. De azt gondolom, hogy annak idején persze az ember örült, hogy a saját szobájában azt csinált, amit akart, és akkor eldobta a cuccait, és csak azért is. Nekem a nagyobbik fia azt mondja, hogy neki az a jó, hogyha nincs rend. Hát, hogy neki. Mivel foglalkoznak egyébként, követnek a pályán? A nagyobbik média suliba jár, és vagy hát média szakon van, műsorvezető, szerkesztő. Tehát ott a szereplés akkor abszolút, 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 úgyhogy ő nagyon sokat dolgozik, a kisebbik pedig az érettségi környékén kövereg. Igen, hol dolgozik mind a kettő mellette, tehát hogy csinálgatnak ilyen kisebb munkákat is, és készülgetnek, és tanulnak. És tehát a kisebbikkel te, ha jól tudom, léptél fel együtt. Persze. Illetve hát majd fogunk föllépni együtt valószínűleg. Mind a kettővel voltak már közös dolgaink, de a kicsi
az, aki tulajdonképpen majd, hogyha erre a pályára lép, mert ő énekel, meg rappel, meg ugye táncművészetiben járt, meg a Billy Elliotban nagy szerepet játszott, tehát ő konkrétan azt mondom, hogy hasonló nyomdokokban léphet, ha úgy dönt. Én nem akarok erőltetni semmit, tehát én úgy vagyok vele, hogy saját belátásukra és döntésükre bízok mindent. Nekem az a fontos, hogy boldogok legyenek, és én támogatom őket abban, amiben ők jól érzik magukat. De tanácsot vagy véleményt kérnek, hogyha valamit... Hát ha kérnek, alkotnak? Akkor elmondom, ha nem, akkor is. ez a biztos út a harmonikusabb a gyerek kapcsolatot. Én is ezt csinálom. Ebből soha semmi jó nem így van. Vagy teszik, vagy nem. De az igazság az az, hogy a vélemény az olyan, mint a, nem tudom, az alfelünk mindenkinek van, és akkor ezt próbáljuk megosztani. Kész. Ennyi. Nem tudok mit mondani, de okosnak nem lehet lenni. Figyelj! Valójában, ahogy te elmondtad, mert ez egy bezáruló kör, te az édesanyádat, a szüleidet követve fertőződtél meg valójában a színházi világgal. Ezek szerint ez öröklött sors, mert... Igen, valahol igen. Hát a nagyobbik az ugye, az mégiscsak a média közelében, a kisebbik, egyébként most ők meg valami filmet forgatnak, tehát most ezt próbálom így felfogni, hogy mi ez a produkció, amiben részt vesznek a kisebbik, és ő meg nem tudom, valami rapperekről szóló filmet forgatnak Spanyolországban. Hát majd meglátjuk. Én nagyon örülök neki, hogyha ez összejön, és próbálom ebben támogatni, és nyilvánvalóan a pozitív részét próbálom neki. Szeretsz apuka lenni? Hát vagy szeretek, vagy nem, tudod, az vagyok. Tehát ez nem mindig egy hálás feladat. Ezt nyilván tudod, mert talán az anyai szerep egy picit más, apukának lenni nem mindig hálás. Mert ugye meg kell mondani dolgokat, oda kell lépni néha, és akkor az nem mindig olyan nagy népszerűségnek örvend. De azért van egy jó oldala is, hogy amikor meg valakihez kell fordulni, meg valamiféle biztonság, az mégiscsak az apát jelenti. Úgyhogy egyébként szeretek apa lenni nyilvánvalóan. Mondom, ez egy kihívás. És néha hálátlan, mert kötelességek vannak, meg nem mindig a legnagyobb. Tudod, mi jut erről eszembe? Csináltak egy interjút a maraton világcsúcs, a maratonfutás világcsúcs tartójával, és kérdezték, hogy mi a titok? És akkor abszolút rögtön rávágta, vitamin N. És akkor a riporter kérdezte, vitamin N. Igen. To be able to say no. Tehát igen, nem igen. Kimondásának igen, tudománya. Igen, igen. És ezt ne bonyolítsuk. Nemet mondani önmagamnak, igen. Nemet mondani másoknak, és talán a legfájdalmasabb, és itt jön, amit te mondtál, és teljesen egyetértek, az apa szerepnek igen. A negatív bevonzása, hogy rá vagy kényszerítve, hogy az imádott gyerekednek adott pillanatban nem. De olyan nehéz, mert tulajdonképpen ahol mi valahol, ugye, ahol fölnőttünk, és ahhoz vagyunk szocializálódva, és mi azt a elvárási szintet akarjuk a saját gyerekeinkre rá erőltetni, vagy kényszeríteni, vagy sugalni. És ma már nem abban a világban élünk. Nem azok az elvárások vannak, amik a mi irányunkban voltak. Tehát, hogy mi is össze vagyunk zavarodva, mint szülők, hogy milyen elvárásokat támaszthatunk a saját gyerekeinknek, hiszen a világ annyit változott. Akkor a világgal mi se tudunk mit kezdeni helyenként, mert mi is nyomkodjuk a kütyüket, ugyanúgy a telefonjainkat, mint ők, de azt mondjuk nekik, hogy ne nyomkodják. Igen, nekem lehet, neki nem. Tehát, hogy mennyire, meg az ebédnél, meg a vacsoránál, meg úgy tudom, végre együtt vagyunk, és azt sem tudom megértetni, de miért kell együtt ennünk, mert hogy ez egy rituálé, mert hogy ez egy együttlét, mert hogy ez egy valami féle. Szóval ezek egy ilyen letűnt kornak a furcsa lenyomatai, amit próbálunk így hagyományként örökíteni a mi leszármazottainkra, és közben a világ körülöttünk meg teljesen mást mond, ha egyáltalán mond valamit. Szóval ez egy nehéz feladat, azt gondolom. És jön a te igazságod. Kettőt írtam. A maximalista, nehogy egy legyen. Legyen kettő. Az első, engedj, hogy győzhess. Hát ezt a kor megtanítja az ember. Nem tudom, hogy sokszor azt érzem, hogy az embernek úgyis úgy alakul, ahogy lennie kell, meg úgyis az idő megoldja, meg úgyis sokszor a széllel szemben, vagy az árral szemben felesleges. Felesleges?
Hosszú távon talán igen, mert ugye elmossa az ár, de széles szembe pisilni felesleges. Tehát, hát, jó, azt gyakorlatilag tudom. De egyébként sose nem felesleges, persze, mert is kijön. Meg tudod, hogy milyen. Persze, csak hogy úgy, hogy talán többet érsz el, hogy azzal, hogy engedsz, mint hogy sokszor, mint hogy ellen tartasz. Ez így hosszú távon, ez a harcművész alap elveiből kettő, ez kempó. De hogy... De az Aikidónak is ez a filozófiája. Ugyanez van, persze, mert a másik energiáját felhasználva. Így van. Tehát, hogy ez az egyik, és a másik pedig majd, amit mondasz, az a... A legrosszabb helyzetben is nyújtsd a legjobb formádat. Hát igen, szóval... Hogy... nem öl meg, megerősít. Ez a másik, így van. De hogyha ezt megteszed, akkor úgy nincs miért rosszul érezned magad, azt gondolom. Tehát, hogy most akárhogy alakul van, ami már nem rajtunk múlik, meg nem rajtunk át, de megtetted a legtöbbet, amit tudtál. És akár a gyerekeidnek, vagy a családodnak, vagy a környezetednek, vagy a közönségnek, vagy az embereknek, a társadalomnak megadottad a maximumot, amire képes voltál. Vagy amit így, amit tudtál. És aztán persze az embernek is vannak korlátai, tehát azt is be kell ismerni egy idő után, hogy én mindig Superman akartam lenni, hogy kihozni magamból a maximumot és a teljes kapacitást kihasználni, de azért vannak a korral, beismerjük, hogy vannak határaink, és lehet, hogy egyre ezek ilyen szűkebb határok lesznek, de akkor is egyre bölcsebbek leszünk, és valahol talán megkapjuk azt, amit az egyik felén elvesznek. Hát én egyet tudok, Iván, hogy idéztük a 25 évvel ezelőtt láttam életemben először Kamarás Iván, tehát az első fél idő végén láttalak, igen, és most van a második fél idő, igen, ebben az idősorban. Én akkor is láttam egy Supermant, a 25 éves Supermant, és most már látok egy 50 éves Superman, tehát valahogy jól töltötted el a második fél időt, és nagyon sok sikert kívánok a harmadik részhez. Továbbra is legyőzhetetlenül. 25 év múlva találkozzunk. Hú, akkor nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat, mert tényleg ez most nagyon jól esett, és köszönöm, hogy meghívtatok, és köszönöm, hogy veletek lehettem, és eltölthettük ezt a kis időt. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.